5 év szünet után ülhetett újra a polgármesteri székbe Barta Gábor. A hivatal átvételekor nem volt jegyzője, aljegyzője, pénzügyi vezetője és kulturális szakembere sem Cserszeg Tomajnak. A pályázatokat kiírták, az átmeneti időszakban megbízási szerződéssel állítottak be dolgozót. Várható a januártól teljes lesz a hivatal. A testület teljesen megújult. A hétfős testületből a polgármester és az alpolgármester 19-ig is a testületben dolgozott. Az ötfős gárda viszont teljesen új, fiatalok 30-as, 40-es gárda, családos szülők, 10 év alatti, 10 év fölötti gyerekeket nevelnek, és tele vannak energiával. A nagyközség új vezetésének elsődleges célja a település képrendezése. Ennek fényében prioritást élvezett halottak napja előtt a temetők rendberakása. Szeretnék az árkokat kitisztítani, a növényzetet felfrissíteni és az utakat rendbehozni. A polgármester szerint jogos a lakók türelmetlensége a burkolathibák miatt. Azt mondja, a beruházásaik erre a területre fognak irányulni. Meggyőződésünk, hogy vissza kell állítani a településképet egy vonzó, élhető, egy rendezett környezetben lévő településé, amit lehet szeretni, amit kell szeretni. Éppen ezért a alakuló ülésen elhangzott első beszédemben is annyi türelmet kértem mindenkitől, hogy ez a következő 2 esztendő, ez a helyreállításokról, a szépítésekről szóljon. Élhető, fejlődő Cserszeg Tomajt szeretne a nagyközség vezetése. Azért fognak dolgozni, hogy amit nap mint nap látnak az itt élők, az jó irányba változzon.